Az olasz Danieli vállalat Temerinben a vajdasági fémklaszter 12 vállalatának képviselőjével találkozott, amelyek hajlandosságot mutattak arra, hogy együttműködjenek a szóban forgó céggel. A fémfeldolgozó és szerszámgyártó vállalatokkal szeretnénk együttműködni. Kezdeti fázisban vagyunk ennek az együttműködésnek, és a klasztertől támogatást szeretnénk kérni ennek a megvalósításában. Szerintem a Szerbia jövője a külkereskedelemben is zajlik. Mi jelen pillanatban 80%-a termékünket kiszállítjuk külföldre, nagyobb orientációban Németország fele, és van egy olaszországi partnerünk is, akivel dolgozunk együtt, a Rigamonti. A vajdasági fémklaszter 30 képviselője tavaly októberben már járt Olaszországban a Danieli vállalatban. Azt tudom mondani, hogy a gazdasági programunkban ezt a klasztert, mint példát is említjük, és azt szeretnénk, hogyha az év végéig minden gazdasági ágazatban megtörténne a klaszteresedés. Ennek érdekében az idei évben konkrét pályázatot is fogunk kiírni a klaszterek támogatására. A Danieli vállalat hallatán sokaknak a cég körüli konfliktus jut eszébe, mert közvetlen a választások után a cég úgy döntött, mégis Horvátországgal kezd együttműködni. A Demokrata párt szerint azért, mert Nikolić lett az ország elnöke. Nikolić szerint pedig azért, mert a DP nem alapozta meg az együttműködést. A vajdasági fémklaszterben mi nem politizálunk. Tény, hogy a Danieli cég párbeszédet folytatott Szerbia kormányával, mégsem történt semmi. Nos, ez a tetrekész feleket mégsem akadályozza meg abban, hogy más megoldást találjanak az együttműködésre.